Nagy Kozár neve a sokacok töltött káposztájával, a szármával fonódott össze, hiszen évek óta megrendezik a Szármafőző Fesztivált. Ez nemzetiségi napnak indult, de horvát-német-magyar gasztronómiai esemény lett belőle. Nagy Kozáron békében élnek egymás mellett a nemzetiségek. Ennek jó példája, hogy a közelmúltban közös horvát-német tájházat adtak át a településen. Az összesen mintegy 50 millió forintos fejlesztést Magyarország kormánya támogatásával valósították meg. Nagyon nagy öröm, és tényleg olyan jól látni, hogy szerte az országban nemzetiségek egymással is különböző programokat, különböző iskolákat, tájházakat szerveznek, illetve építenek és tartanak fönt. Nagyon nagy üzenete van ennek a közép-európai nemzetek között is, azok között a nemzetek között, akiket sokszor összeugrasztottak nagyhatalmak, sokszor a békétlenséget táplálták, mi pedig bizonyítani tudjuk, hogy az évszázados együttlét és békességben való együttélés az ma is fontos. Az 1600-as évektől vannak horvátok, írás alapján ugye vannak biztosan a Nagykozárba, és az 1700-as évek közepétől jöttek németek, és ebben a faluban az volt a jellemző, hogy majdnem 50-50%-ban éltek a horvátok és a németek együtt, magyar szinte alig, nagyon kevés család, és az 1970-es évek után kezdett az, hogy elköltöztek horvátok, jöttek magyarok, most, hát most meg nagyon nagy lett a falu, mert ugye azelőtt 600 és 1000 között volt a lélekszám nagyon sokáig, több száz éven keresztül, és még a második világháború után is van 1100 körül volt a lakosságnak a létszáma, és most már ugye 2000 fölött vagyunk. A tájszoba kialakítása régi vágya volt a település horvát ajkú közösségének. Ezeket az eszközöket a falu horvátjait adták össze, van, aki elég sok bútordarabot adott, valaki sok ruhaneműt adott, valaki teljes öltözetet adott, úgyhogy főleg akkor, amikor tényleg megvolt az, hogy meg lesz ez a tájszoba, akkor nagyon nagy örömmel adták oda a saját holmiaikat, és ugye ezek nagyon nagy értékek. Nagyon nagy örömünk, hogy ez sikerült ezt létrehozni, és szerintem az utolsó pillanatokban tudtuk összeszedni ezeket a holmikat, mert ugye az idősebb korosztály, aki még őrizte ezeket a bútorokat és a ruhákat, az ágyneműt meg asztalneműt, ugye lassan elmennek, és a helyükbe vagy mások veszik meg a házat, felújítják, és ezeket a holmikat hát nem tartják értéknek, és kidobják. Úgyhogy nagyon nagy örömünk megszolgált, hogy ennyit sikerült összeszednünk még. A horvát szobában a nagykozári viseletet is megismerhetik a látogatók. Ezt az 1930 után 40-es években kezdték viselni, addig egy kicsit más volt a viselet, hosszabb volt a szoknya, a nőknél hosszabb volt a szoknya, olyan lábszár középig, és később kezdték ezt hordani, és addig ugye a szőtesből készült a ruházat teljes mértékben, a szoknya is, meg utána kezdték a gyári anyagokat használni, és akkor már ez a népviselet volt, tehát ebből tudtunk csak szerezni, ugye más nem. 1900-as évek közepéig, 30-40-es évekig, ugye addig a fehér volt a domináns, a sötétebb szoknya, a kötény esetleg egy kicsit hímes volt, a blúzoknál a fekete dominált, esetleg pirossal kombinálták, és később jött ez az a színes viselet, ami most van. A férfi ruha az általában ugye régen csak vászonnad olyan gatyának, hát azt kell mondanom, mert gatyával jártak, ugye volt ünneplős, meg hétköznapi, nekik kötényt hordtak, inget mellént, és később jött az, hogy nadrágot is hordtak, azt nem tudom pontosan annyira, az 1900-as éveknél már biztos, hogy volt, és akkor volt az, hogy bekecset hordtak, itt van is egy bekecsünk itt a szekrényen. Nagykozáron a most átadott tájház mellett a német és horvát nemzetiségi óvoda új tornaszobát kapott. Iskolánk nincs, de óvodánk van, ott a két nemzetiségi oktatás van, mindkét csoport is van, német és horvát, itt próbálják őket az horvát nyelvet tanítani, a hagyományokra, kis énekekre, versikékre, mondokákra, ez mindig megy, ugye, mert van két horvát óvónő, kettő német is van, úgyhogy ez így működik.